Budaörsön a Vasvári Pál utcában parkolók épülnek. Lőrinc Mihály műszaki ügyintézőt kérdezem telefonon, hogy miért van szükség ezekre a parkolókra a mellékutcákban is. Budaörsön komoly problémát jelent a parkolási helyzet megoldása. A város egész területén kifejezetten a belvárosban jelentkezik ez. Ennek érdekében az önkormányzat évek óta egy parkoló létesítési programot indított el, és a város több pontján a költségvetés forrás helyzetének megfelelően parkoló plusz parkolóhelyeket alakít ki. Ez történik jelen pillanatban a Vasvári Pál utca, Stefánia utca körüli oldalán, illetve a Vasvári Pál utcában, ahol térköves, illetve gyephézagos burkolatú parkolók kerülnek kialakításra, kb. 20 parkoló létesül. Mennyi pénzt költ erre az önkormányzat? Gyephézagos felületek készen vannak, szegélykorrekcióra is sor kerül, és bruttó 8 millió forint ennek a 20 parkolóhelynek a kialakításának a költségei. Egyéb utcákban is tervezik ilyen parkolók megépítését? Igen, ez a munka, ez egy korábbi szerződés keretén belül valósult meg. Az idei, ugyan ezen program keretén belül a Tárogató utcai játszótér melletti parkolóbővítés történt meg, és az ez évi parkolási program az egyelőre döntés nem született, hogy mely helyszíneken történik, és sajnálatos módon a kialakult veszélyhelyzetnek veszélyhelyzetből adódóan a költségvetést újra kell gondolni. Ez a napokban zajlik, és akkor derül ki, hogy a várható bevételcsökkenés miatt melyek azok a beruházások, amelyeket meg tudunk csinálni, és melyek azok, amelyeket a későbbiek folyamán talán jövőre kell elhalasztanunk. Az újonnan megépített parkolóknál is kell majd ezt a tárcsát használni? Amennyiben a parkoló a parkolási övezetbe kerül kialakításra, akkor természetesen igen. Tehát nem a parkolás vagy parkoló helytől függ, hanem a parkolási övezettől. Tehát az övezeten belül